Hoztál lendületet a második fél időre, hogy érezted magad a pályán? Jól éreztem magam, örülök, hogy beálltam. Sajnos nem volt egyszerű, amikor beálltam, de próbáltam tényleg csapatért játszani, küzdeni. Sajnos ez nem sikerült ma. Mi kellett másképp most a párharcokban szerinted a második fél időre, mint akár az elsőben, amit láttunk? Igen, ahogy mondod, úgy érzem, hogy ebbe sokkal több volt. Fejbe úgy érzem, nem voltunk teljesen koncentráltak. Sok hiba volt ugye a játékunkban, de semmi nincs még veszve, ez az első meccs volt, ez így sikerült, van még két meccs, ezt mindenképpen meg szeretnénk nyerni, vagyis hát persze jó eredményeket szeretnénk elérni, úgyhogy megyünk tovább. Nagyon csalódottnak látlak, nyilván velünk együtt, de látom a szemeden, hogy sok van benned ilyen értelemben. Hát igen. Én mindig is játékos voltam, aki mindent kiad magából. Ma sajnos ez nem sikerült, de mondom, hogy van még két meccsünk, ezt ki kell javítanunk.